Ismét eltelt egy hónap. Az idő múlásához a Vármegyeházi Esték havonta megtartott rendezvénye is jó támpontot szolgáltathat annak, aki a naptárat nem követi nyomon. Aztán jöttek sorba-sorba a nagy emberek, és nem is vették észre, hogy a toldat megállt egy szekér, egy paraszt szekér, arra egy kopott sáros ruhába leszállt egy őrnagy, egyenruhában volt ember, és bement és leült egy sarokba. És Kossuth vette észre, hogy itthon Görgei megérkezett, és attól persze minden figyelem ráfordult, mert már akkor tudták, hogy az ember egy kivételes ember. Görgei Artúrról sokáig, mint a 48-as szabadságharc és forradalom áruló tábornokáról tanultunk, olvastunk, hallottunk. Csikány Tamás hadtörténeti kutató hadászati és hadműveleti elemzések segítségével egy új megvilágításból közelített a témához a Vármegyeházi Esték sorozat keretében. Mitől is kivételes ember az, akit egyébként pedig az elmúlt 170 évben szinte végig árulózott a nemzet. Még a tankönyvekben, remélem ma már nem, de nem olyan régen még mindig az szerepelt, hogy ő volt az, aki elárulta a szabadságot, és ha ő nem teszi le a fegyvert világosnak, akkor valószínűleg meg sem állunk a csendes óceánig. Hát nem ez történt, hanem letettük a fegyvert. Realitás volt ez? Valószínűleg igen, de hát ugye Kossuth kiment, kiszökött Vidinbe, az a Duna partján van a mai Bulgáriában, akkor egy török fennhatóság alá tartozó terület volt, és ott megírta azt a híres vidini levelét, amely szerint szabadságharcunk győzelemre volt ítélve, de akadt egy áruló, aki elárulta ezt, és ennek következtében végül is a szabadságharcunk bármikor újra kezdhető, az a lényeg, hogy arra kell vigyázni, hogy ne legyen áruló közöttünk, sőt az lenne legjobb, hogyha ő lenne legközelebb a fővezér, el is kezdett gyorsan tanulni mindenféle hadtudomány irodalomban, hogy hogyan is kell vezetni egy hadat, szerencsére azért erre már nem került sor, valószínűleg jobb is így. Egyébként szabadságharc alatt is többször akart ő fővezér lenni, de szerencsére mindig sikerült erről lebeszélni. A szabadságharc forgatagában bizony sokszor nem igazán készültek olyan komoly jelentések, olyan tervek, olyan beszélgetésekről jegyzőkönyvek, amelyek igazából megmutatták volna, hogy hogyan is ment a döntéshozatali mechanizmus a hadseregbe, ami alapján véleményt tudunk mondani egy hadvezér működéséről, mert pedig ugye Görgeiről elsősorban mint hadvezérről kell véleményt mondanunk, nem mint politikusról, nem mint miniszterről, hanem elsősorban azon teljesítményéről, amit a hat csatatéren mutatott. A mostani adásban úgy próbálom őt bemutatni, és az ő személyiségét, tudását, képességeit, teljesítményét bemutatni, hogy egyfajta ilyen katonai elemzést szeretnék adni. Tehát, hogy mit is jelentett annak idején a 19. század elején közepén hadvezérnek lenni, milyen problematika elé kellett neki állnia, milyen feladatokat kellett megoldani, milyen dilemmái lehettek. Tehát egy kicsit Görgei, de igazából ennek a kornak, és hogy hát nem csak ennek a kornak, igazából minden kornak is a katonai vezetői gondolkodását szeretném bemutatni, mert úgy gondolom, hogy túlságosan egységben alkotunk sokszor véleményt katonai vezetőkről, főleg annak a tudatában, hogy ezt az adott hadjáratot, csatát, ütközetet megnyerte, vagy elvesztette. Ha megnyerte, akkor szeretjük, elvesztette, akkor nem szeretjük. Viszont ugyanakkor már a kortársak is tudták, hogy az a teljesítmény, amit Görgei felmutatott, az egy európai szintű eseménysor volt, és olyan döntéseket hozott, amik bizony aztán később bekerültek a különböző hadtörténelemkönyvekbe, tankönyvekbe, katonai iskoláknak a könyveibe, mint jó példa, hogy hogyan is kell egy adott szituációból lehetőleg többet kihozni. Tehát ez megvolt benne, csak ez a politikai bélyeg, ez abszolút rányomta a bélyegét, és hát ezből azért szerintem most már az utóbbi évtizedekben sikerült őt nagyjából kiráncigálni nagy nehezen Katona Tamásnak és sok-sok más kollégának köszönhetően. Most már azért úgy gondolom, hogy sokkal tisztább a kép, amit róla alkothatnak az emberek. Amikor megindul a művelet, azért nagyon hamar kiderül az, hogy a döntésünk az megalapozott volt, vagy nem. Ott van az ellenség, vagy nincs. Járható az az út, vagy nincs. Lebontották már azt a hidat, vagy nem bontották le. Tehát abban a pillanatban meg kell tudni kell a helyzetre reagálni, meg kell tudni változtatni az alapkoncepciónkat. Napóleon írta valahol azt, hogy tábornokok akkor hibáznak a legnagyobbat, hogy túlságosan okosak akarnak lenni. A Tolna megyei kormányhivatal kezdeményezésére a Vosinszky-Mór megyei múzeum szakmai segítségével évek óta rendezik meg a Vármegyeházi Estéket. A rendezvény sorozat célja, hogy a hivatal tartalmas előadásokkal, színes programokkal járuljon hozzá Szekszárd kulturális életének színesítéséhez. A következő alkalommal december 10-én Udvardi György megyéspüspök tart majd előadást.